Ez itt az Electrobiker. Helyesbítek, a bolt új neve Electro Rider, de a beltartalom nem változott. Ugyanúgy 6 gyártó több mint 20 modelljét tudjátok megvásárolni, van itt elektromos motor közlekedéshez, szórakozáshoz és még munkához is. És még egyszer, nem Electrobiker, hanem Electro Rider. Ez itt például a Tromox Ukko, egy új termék, ne tévesszem meg a mérete, ez egy teljes értékű 125-ös városi motornak feleltethető meg, a hátsó lengő villa, egy karú, mint egy Ducatin. Az első villa fejen álló, ezzel már lehet egy jót motorozni. Az akkumulátor kapacitása az 4 kWh, ezzel ilyen nagyjából 80-100 km tehető meg, függ a felhasználástól, de mégis nézd rá! Ebben a motorban van buli faktor, van színe, vannak érdekes dizájn elemei, jó a kijelző, jó a fék, nézd azt a ledes nappali menetfény, ezzel azért úgy szívesen elkaristolna az ember. De a legjobb benne mégis az, hogy nem egy ilyen szürke dobozra emlékeztet, mint a legtöbb elektromos robogó, hanem tényleg, ez egy jó pofa buli termék. Várj meg! Nem áll! Ez itt a Silence S02 Delivery, egy futárrobogó. Ugye az elektromos járművekkel a legtöbb embernek az a problémája, hogy de miért nem cserélhető az akkumulátor, mert nincs idejük töltögetni, csak ki akarják venni, és bele akarnak pattintani egy másikat. Ebben a motorban az a legjobb, hogy ebben cserélhető az akkumulátor, és nagyon átgondolt az egész rendszer. Az akkumulátor amúgy persze nagy, nehéz, az ember nem akarja cipelni, de erre is van megoldás. Bedugjuk a kulcsot, nyílik a nyereg, és itt van egy kis tároló, amit nem kell a töltőnek elhasználni, csak a vezetéknek, ugyanis a töltőt azt beleintegrálták az akkumulátorba. Meghúzzuk ezt a kallantyút, kihúzzuk az akkumulátort, kinyílik a kereke, és utána elvihetjük egy világkörüli hajóútra a kis aksinkat, mert olyan lesz, mint egy gurulós bőrönd. És ha visszatértünk a Karib-tengerről a töltött aksinkkal, akkor becélozzuk, lábbal egy picit rásegítünk, betoljuk, és ez a kör, ez nem parasztvakítás, ez a töltöttséget mutatja. Mennyi zseniális, egyszerű és a használati értéket növelő megoldás. És persze ez nem úgy fut el robogó, hogy egész egyszerűen meghosszabbították, nem, az egész geometriát áttervezték, más a villaszög, máshogy van a súlyelosztás, mégpedig azért, hogy amikor a városban ilyen szűk helyen kell vele menni, akkor az ember stabil tudjon maradni. És hát nem tudom, látjátok, hogy most éppen hogy osztjuk a pizzát. Amúgy az akkumulátor maga az 5,6 kWh, ezzel ilyen nagyjából 100-120 km a legnagyobb hatótáv, amit ki tud adni ez a motor. Viszont a legnagyobb jó tétemény az a mindent átható, minden kitöltő csend. Hogy nem hangos, hogy nem pöfög. Hogy az ember nem néz ki utána úgy, mint hogyha ő lenne a nívópálca, hanem csak így békésen gurul vele, és szórja a pizzát a megrendelőknek. Sajtos tejfölös. És bár jó dolog egy ilyen futárrobogó, azért a munka után az igazi. Az a szórakozás. A
Aki egy kicsit is érdeklődik az elektromos motorozás iránt, az valószínűleg már találkozott a Shurronnal. Mondjuk azt talán, hogy egy túldimenzionált bicikli azoknak az embereknek szól, akik keresik a bicikli könnyedségét, könnyű kezelhetőségét, de nem nagyon kell ilyen tekerni. Masszív futóműve van, ami amúgy korabeli D-hebringekből származik és hasonlók, viszont a gyártó nem akart ennél tovább gondolkodni. De volt néhány mérnök, aki igen, úgyhogy ők ott hagyták a Shurront, és megcsinálták a saját cégüket, a Talariát. Bár nagyon hasonlít a Shurronra, de a Talaria az nagyobb, masszívabb és lényegesen erősebb. A legnagyobb kimenő teljesítmény ezen 6-8 kW között van, és egy 2,2 kWh-s akkumulátor hajtja. A lényegi különbség mégis a hajtás, mert amíg a Shurron az egy szíjas primer hajtást kapott, tehát ez a villanymotorról lehajtó rész, ez szíjas, mert csendes, meg viszonylag könnyű cserélni és egyebek, azért az problémás, hogyha terepen bekapsz vele egy követ, botot, akármit, el tud szakadni. Nem így a Talaria. A megnövelt teljesítményhez már egy zárt, olajban futó, fogaskerekes primer hajtás van, ami szintén nem nagyon hangos, ám szinte karbantartásmentes, és lényegesen jobban bírja a zord körülményeket. Ez már egyértelműen azoknak szól, akik a motorozás felől érkeznek ebbe a témába, mert ebben már megvan a kajak, de még mindig sokkal könnyebben kezelhető, és főleg sokkal kevésbé problémás egy tapasztalatlan motorosnak, mint mondjuk egy 250-es vagy 350-es sportmotor. Ugyanakkor azt tudjátok, hogy a legjobb az akkor is ez. És mivel elektromos, nincsenek kipufogógázok, ezért beltérben is békésen el lehet vele gyakorolgatni, mert nem zavar senkit. Most pedig megmutatom a szervizt. És az Electrorider minden általuk forgalmazott járműhöz profi szerviz hátteret biztosít. Nézzétek, milyen frankó emelőjük van. Na de, hogyha az ember elektromos járművet akar venni, akkor a legnagyobb parája az, hogy mégis meddig fogja bírni az akkumulátor. Ezek az akkumulátorok egy olyan robogóból származnak, amelyet a gazdája 2 év alatt 62.000 kilométert hajtott. Nyilván ezt nem lehet egy akkumulátorral, hanem 3 darabbal csinálta, viszont ha megnézitek a diagnosztikát, akkor jól látszik, hogy ekkora futás teljesítmény után még mind a 3 akkumulátor 92% fölött van kapacitását tekintve, pedig beléjük ment egyenként 600 töltési ciklus. Vagyis, hogyha az ember kicsit odafigyel, akkor azért bírják ezek. És nyilván az elektromos motor akkor az igazi, hogyha van hozzá napelemed. Itt azt is kapsz!